Voltál már Brazíliában? Nem voltam még Brazíliában. Nem. De most sem tudom, hogy megyek-e, de mert a csapat az megy, az biztos. Miért ez még nem eldöntött? Ezt nem... Ja, nem tudom, hát ez még a jövőbeli történet, hogy ki megy, hogyan fog oda jutni Brazíliába. Én jövő hétig tervezek tovább, nem. Visszakanyarodva kicsit a mérkőzésre, ugye te említetted ezt a megilletődöttséget korábban, aminek most legalábbis mi nem láttuk egyáltalán nyomát az első 10-15-20 percben, hanem jó értelembe véve elég agresszívak voltunk, gondolom ez egy teljesen tudatos dolog volt. Igen, felhívtam a figyelmet mérkőzés előtt, mert figyeltem a belgák bemelegítését, nagyon úgy éreztem, hogy kicsit olyan, nem nincsenek annyira rajta a mérkőzésen, és ezt az első 20 percben nagyon jól meg is lovagoltuk, azon kivéve, hogy nem rúgtunk gólt. De azért volt ott 3-4 olyan lehetőségünk, amiből már vezethettünk volna. Nyilván aztán a továbbiakban azért belga csapat megmutatta, hogy miért az egyik legjobb csapat Európában. De szerencsére taktikailag, amit megbeszéltünk, azt nagyszerűen megoldották a srácok. Be tudtuk duplázni azokat a veszélyes embereket a tolódással, az egymás mögé segítéssel, akit kellett, és igazán akcióban nem is nagyon tudtak ellenünk mit csinálni, úgyhogy ez örömteli volt. Megint most már kicsit elcsépelt, de ugye megint az volt, hogy hátrányba kerültünk, egyáltalán nem volt ránk semmiféle negatív hatása, vagy bocsánat, a srácokra. Igen, nagyon jól kezelték megint ezt a helyzetet. Hamar sikerült egyenlítenünk, és utána volt egy időszak, amikor bizony lehetett volna megnyerni a mérkőzést, akár a Katamisi fejesére gondolok, amiben 0 méterről. És a végén ugye megint nyomás alá kerültünk, de megoldottuk azokat a nehezebb szituációkat, és hát megint jött az átkozott 11-es rúgás, amiben megint csak a csapat erejét vagy mentális erejét mutatja, hogy berúgtuk mind az ötöt. Én azt akartam, hogy neked mi futott át ilyenkor a fejedben, mert ugye ez részedről megint egy olyan helyzet, amikor nem nagyon tudsz ott már belenyúlni a dolgokba, hanem a rúgók jelentkeznek, és onnantól kezdve te is külső személyre. Jó volt a kispadnak az együtt dolgozása, hiszen szerintem azon dőlt el ez a 11-es rúgás, hogy cseréltünk a 11-es rúgások előtt, ugye először a Molnát vittem be, utána meg a Szabolcs jött be, akit mind a ketten tudtuk, hogy jól rúgják a tizit, készültünk is el, hogy ők majd rúgnak 11-es, csak a mérkőzésnek az alakulás az nem engedte meg, hogy korábban cseréljünk, meg nem is akartam belenyúlni, mert jól működött a csapat, de nagyszerűen megtették, tehát halál higgadtan vér profiként beverték a tizit, amivel hozzájárultak ezzel, hogy tovább jutottunk. Ugye beszéltél belső célkitűzésekről, gondolom akkor ezt maximálisan teljesítette a csapat. Igen, ez maximálisan. Tehát az eredmények azt mutatják, hogy veretlenül 2x-el és nagyon masszívan hoztuk le ezt a tornát, és végül is utolsó pillanatban is, de elértük azt, amit önmagunknak kitűztünk célt. Megtudtál valami újat a csapatodról ez alatt a tornán, amit esetleg nem tudtál róluk? Vagy meglepett pozitív értelemben valamilyen szinten a csapatod? Ilyenkor sok minden kiderül azért. Mikor 4-5 napokat vagyunk együtt, akkor azért limitált ennek a megjelenése a különböző ingereknek. Most azért viszont több mint 2 hétig együtt volt a csapat, akkor itt azért több minden kiderült emberekről. Voltak negatív dolgok is, pozitív dolgok is, de hát ez hozzátartozik egy csapat életében, amikor ezt a monotonitást kell tűrni, az otthoniak hiányát kell tűrni, azért ez nem olyan egyszerű dolog. Holnap utaztok haza is, kora hajnalban, te ilyenkor mennyit gondolkozol még a dolgokon, vagy mennyire tudsz majd kikapcsolni? Hát gondolom nyilván így egyszerűbb is, hogy tényleg ilyen nagy siker után hazamenni. Igen, hát elértük a célt, úgyhogy szerintem ma én már ki tudok majd kapcsolni teljesen, mert el kell engedni ezt az egész stressz helyzeteket, meg azt a dolgot, aztán majd később valamikor, amikor leülepedik a történet, akkor úgy át tudja gondolni az ember hideg fejjel, de most azért az eufória az benne van mindenkinek a fejében, ami jogos is, és érthető is ebben a szituációban. És hol érzed magad jobban, a kispadon vagy a levegőben? A levegőben az meleg volt a pite, mert a harmadiknál már éreztem, hogy nincs meg mindenkinek úgy a felkarom, meg minden, és már készültem arra, hogy nyakkal tompítok, mikor leesek, de szerencsére ott a végén még valaki foglalkozott azzal, hogy hogyan érkezek földre, és hogy félig meddig sikerült, megúsztam ezt a dolgot.